Március 30-án színvonalas előadásokkal folytatódott a 10. Kócsi Patkó János Minősítő Diák Fesztivál második napja. A 2006 óta megrendezésre kerülő esemény során fiatal színjátszó csoportok mutatkozhatnak be a nagy érdemű előtt, de lehetőségük van a mesterség további fortéjait is elsajátítani különböző kurzusokon, melyeket a szakma szakavatott művelői tartanak nekik. A többnapos rendezvény során a csoportok egy szakértő zsűri előtt mutatják be a darabokat, akik a nap végén minősítik a színpadon látottakat. A zsűri tagja Regős János is, a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke, aki korábban a budapesti Szkéné Színház igazgatója volt közel 30 évig. Az ország és a határon túli magyar közösségek különböző városaiból, településeiből. Az a legfontosabb, hogy ezek a csoportok mindenek előtt közösségek, függetlenül attól, hogy most szakmailag milyen színvonalú az előadás. Tehát volt ilyen is, olyan is. Voltak nagyon értékes előadások, melyek az önképüknek a kiélesítését szolgálták elsősorban. Voltak olyanok, amelyek egyértelműen és nagyon erősen a közösségi cselekvésnek a platformján szólaltak meg. Voltak olyanok, amelyek a társadalomban elfoglalt helyzetükkel kapcsolatosak voltak, ilyenek is sok szempontból érdekesek voltak, és voltak reflektív előadások. Talán ami kevesebb volt most, az a humor, tehát a jófajta humor. Ugyan voltak próbálkozások, de igazából ezt a legnehezebb művelni, a humort. Én ezt úgy érzem, hogy a komolyabb előadások voltak most azok, amelyek domináltak, és amelyek jobban megdobogtatták az ember szívét. Sok ilyen előadás volt egyébként. Minden tiszteletem azoknak a pedagógusoknak és tanároknak, akik sokszor nem túl jó körülmények között egyfajta másodlagos, a gyerekek számára egyfajta másodlagos szakköri tevékenységként és nagyon lelkesen fogják össze, próbálják meg szakmailag is igényesen vezetni ezeket a társulatokat. Ami érdekesség volt, hogy bekapcsolódtak úgynevezett profi emberek is egy-egy előadásba. Ilyen volt a Berekenye és a Tini Komédiások előadása, ahol Varga Sándor, a Szatmárnémeti Színháznak a színésze lett fölkérve, hogy segítsen be nekik, és ez egy nagyon jó tendencia, ugyanis itt nem arról van szó, hogy egy az egyben ő rendezi meg az előadást, hanem érkezik egy igény a gyerekek részéről, érkezik egy egyetértés vagy egy bekapcsolódás a pedagógus részéről, és nagyon jó az, és ezt már többször is így mondogattam, hogy akár mentorálásképpen, akár egy bizonyos próbafázisnak a vége felé nem árt, hogyha egy szakember besegít, és természetesen a tanárokkal és a gyerekekkel együttműködve egy kicsit úgymond gatyába rázza az előadást. És ez például egy számomra nagyon szimpatikus új mozzanat volt, nem csak a diákszínjátszásban, hanem ez tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogyha felnőtt színjátszóknál is lenne ilyenfajta. Persze ez is ellentmondás, mert van, aki ezt igazából nem veszi annyira komolyan, most a profikat értem, tehát csak ki van úgymond pipálva, van, aki viszont szívit, lelkit beleadja, és itt ez az utóbbi volt számomra az, ami érdekes volt és fontos. Bár az előadott darabok a fesztivál végén minősítésben részesültek, János elmondása szerint az esemény legfontosabb célja, hogy a fiatal előadók jobban megismerjék önmagukat, és hogy megtanuljanak közlekedni a különböző konfliktus szituációk között, hiszen a színházi darabok legtöbbször ehhez hasonló szituációkat dolgoznak fel, mely által a darab szereplői önmagukról is kaphatnak egy reális önképet. Megfürdünk a valóságban, megfürdünk abban, hogy hogyan tudunk megfelelni bizonyos helyzetekben úgy, hogy nem sérülünk tőle. Van egyfajta ilyen healing, egy gyógyító funkciója, volt ilyen előadás is, ahol ezt éreztük. Tehát a feladat az tulajdonképpen pedagógiai elsősorban, és nem szakmai.
és így a zsűribe is igazából nem az ilyen szakmai kritériumokat hajkulásszuk, hogy ez természetesen a beszédtechnika, hogyha énekelünk, akkor ne hamisan énekeljünk, hogy bátrak legyünk, hogy ne hogy kifelé, hogy van közönség is a világon. Tehát ezeket persze, hogy így a beszélgetéseken mondjuk a tanároknak, de igazából nem a szakmaisága fontos itt, hanem az érvényes megnyilvánulás. A Kócsi Patkó János Színjátszó Fesztivállal egy időben került megrendezésre az Országos Diák Színjátszó Fesztivál is, ami az Országos Diák Színjátszó Egyesület szervezésében várja a középiskolás diákokat országszerte regionális fordulókkal. Elnök úr elmondása szerint a középiskolás korosztály az egyik legvirulensebb színjátszó rétege. És a leginkább probléma és társadalom érzékenyebb színjátszó réteg. Itt is egyébként találtunk ilyen előadást is, ahol bizony nagyon is keményen és komolyan feszegettek bizonyos nem csak családon belüli problémákat, hanem egyáltalán a neveléssel, az érvényesüléssel, a szülők által kitűzött célok elérésében való, hogy mondjam, túlhajtással kapcsolatos előadásokban megjelentek ilyen problémák itt is. Tehát van, igen, és hát vannak amatőr színjátszó fesztiválok is. Nem azt mondom, hogy sok, de itt-ott-amott vannak. Vannak a Komlón, nemrég volt Balassagyarmaton, amatőr szín lesz Vasváron, most így hirtelen ezek jutnak eszembe, és az egyetemi színpadok is, tehát az egyetemistő korosztály úgymond ébredezik, tehát hogy vannak most már ott is szervező emberek. Az Országos Színjátszó Fesztiválok térképén a Derecskei Fesztivál előkelő helyen szerepel, hisz bár vannak sokkal nagyobb volumenű rendezvények az ország más pontjain, a Derecskei Fesztivál olyan szempontból mindenképp egyedi, hogy a fiatalabb korosztályok színjátszó csoportjainak ad lehetőséget bemutatkozni. Igazából csak a Derecskei van, ami kifejezetten diák színjátszó fesztivál. Tehát, és ennek a rangja szerintem nagyon-nagyon erős, nagyon jó fesztivál ez, mert nagyon barátságos a légkör, a vendéglátás már a hospitality az egyszerűen szenzációs itt, az is nagyon fontos, hogy végig itt tudnak lenni a csoportok, hogy ez a mai nem túl jó anyagi helyzetben, amikor egy csomó fesztiválon már részvételi díjat kell fizetni a diákoknak, ez egy kivételes fesztivál ilyen szempontból. Tehát ilyen szempontból az egyik legjobb a magyarországi diákfesztiválok között. Az esemény során számos fiatal tehetség mutathatta meg színészi képességét. De hogy sikerült a fiataloknak azonosulni a darabban megformált karaktereikkel, és milyen élményekkel gazdagodtak Derecskén, ezt kérdeztük tőlük. Én Nagy Milánerről vagyok, Nagy Szalontáról érkeztünk, és az amatőr színjátszó színarany csoporttal érkeztünk, ami 2022-ben alakult meg tulajdonképpen, eleinte csak 7 taggal, de most már szinte több mint 40-en vagyunk, tehát nagy híre és népszerűsége van Szalontán. Ezt az előadást, amit ugye láthattak az első napon, ezt egy nyári táborban hoztuk össze a tanárnővel, mivel a tanárnő jött egy ötlettel, és mi néhány rész belőle és benne kialakítottunk, átalakítottunk, tehát ez mindenkinek az érdeme szerintem. A karakterrel viszont te tudtam azonosulni, hiszen az előadásunknak a fő témája az iskolai bántalmazás és a fiatalok életében lévő mindennapi problémák, hiszen mindenki átmegy az élete folyamán a bullyingon, akár online, akár a való életben, és mindenki tud egy bizonyos szintig azonosulni vele, és ezt szerettük volna megmutatni a közönségnek, hogy mindig van ebből egy kiút, bármi is legyen az, akár a saját gondolatod, akár egy személy, akár a családod, akár a barátaid, vagy az önerőd, ami ki tud ebből húzni. És ez az előadásunknak a legfontosabb üzenete, hogy nem vagy egyedül tulajdonképpen. Tavaly decemberben a csoporttal, szintúgy a színarany színjátszó csoporttal eljöttünk egy betlehemes kis játékkal a Derecskei színpadra és a fesztiválra megmutatni a hagyományokat, hogy még mindig muszáj és jó dolog őket
követni és újra feleleveníteni azt, hogy milyen időnkben is éltek nagyapáink, és hogy mi volt akkor a jó. Utalok ezzel a betlehemesre, a botos játékra, a színjátékra, a táncokra, a népviseletre. Én valahogy mindig is közel éreztem magamhoz a művészeteket. Én ugye táncolok, énekelek, és hozzám mindig közel állt a színpad. És amikor megtudtam, hogy az iskolánkban burjánzik egy színjátszó csoport, akkor első dolgom volt, hogy jelentkezzek, és hogy oda menjek, hogy én is szeretnék jelentkezni, hiszen számomra nagyon fontos, és nekem ez az egész színjátszás egy önfejlődést és egy személyiségfejlesztést jelent, hiszen ez alatt mindent megtanulunk, azt, hogy mi hogyan figyelünk a másikra, és a többi ember hogyan viszonyul hozzánk. Én Nagy Angéla vagyok, és mi Gödöllőről érkeztünk, Klubszínház Barbecue csoportja, és mi hát egy ilyen 5 éve kezdődött ez a csoport, de hogy így azóta nagyon változtak így a tagok, meg minden, és most így tavaly év elején kezdtünk el foglalkozni ezzel a semmi témával. Úgy van, hogy az egyik fiú elolvasta ezt, és akkor amikor Tibor a rendezőn kérdezte, hogy hát akkor mit csináljunk, akkor ő mondta, hogy legyen ez. És utána így nagyon szétszettünk, meg alapból ugye az volt, hogy Tibor egyébként ő nem szerette ezt a semmit, és akkor így nagyon így próbált meggyőzni minket, hogy ne ez legyen, mi meg nagyon szerettük volna. Az eredeti műben vannak olyan dolgok, amik talán így nem annyira valóságosak, és azért hogy tudnánk úgy átdolgozni, hogy tényleg működjön, és így született meg ez a darab. Több karaktert is játszok, ugye az egyik az a Pierre Anton, így a könyvben így hívják, ugye ő az a karakter, aki alapból kivált a közösségből, az osztályból, és azt mondja, hogy semminek sincs értelme, és ezért igazából semmit sem érdemes csinálni. Egyébként én annyira nem tudok azonosulni, de egyébként ezt mindig beszéljük, hogy gonosz karaktereket jó játszani színpadon, mert úgy felszabadító egy kicsit. Szóval örültem neki, de nem tudtam vele azonosulni. Másik karakterem, ugye, aki az osztályközösségnek része, ő vele abban tudtam, ami kapcsolódási pontot találtam vele, hogy így nagyon sokszor van nekem is az életemben, hogy így olyan dolgokat teszek, amiket így nem gondolok át teljesen, és utána rájövök, hogy basszus, egy tök nagyot hibáztam, és szerintem ezzel tudtam azonosulni, és ezt próbáltam így legjobban így erre próbáltam felvezetni a karakteremet. Nekem egyébként nagyon tetszett a Rátóti Csikó tojás darab, mert én nagyon szerettem azt a mesét kiskoromban, ez egy népmese, és szerintem nagyon jól feldolgozták, nagyon jók voltak a poénok, így nagyon pörgős darab volt, és tényleg így visszaadta szerintem hűen a darabot, vagy már mint az eredeti népmesét, de hogy közben meg adott hozzá ilyen plusz tartalmat is, vagy ilyen plusz mélységet neki, hogy ez tényleg nem egy mese volt, hanem olyan, ami így valóságban is megtörténhet, vagy egy kicsit így az mai napunkra is reflektál, hogy sokan így olyanokat állítanak, amik amúgy nem igazak, de hogy elhisszük nekik már, hogy úgymond nagyobbak nálunk, úgy érezzük. Egy pár fesztiválon voltunk eddig, és egyébként nagyon-nagyon profi, tényleg azért, vagy bevallom, én egy kicsit nem számítottam, hogy ennyire ilyen tényleg összetett, és tényleg, meg az is van, hogy nagyon kevés a csúszás, és egyébként ez a diákszínjátszó fesztiváloknál ez nagyon ritka, hogy ennyire tényleg mindig meg vannak tartva, és flottul megy minden, és tényleg, meg ugye hát a helyszín is nagyon szép, szóval nagyon-nagyon profi, nagyon tetszik. Sziasztok, én Kovács Denéra lennék a Necorontáról, az Arany János Elméleti Liceumból, és a színaranyjal jöttem. A színaranyunk ugye 2022-ben alakult meg, és az új kezdődött, hogy március 8-ra csináltunk egy előadást, tehát a tanárnőnk megrendezte, és röviden arról szólt, hogy a nők fel voltak háborodva azért, hogy az írók milyen sorsot írtak nekik. És nagyon örülök igazából, hogy itt lehetünk, és hogy eljutottunk idáig, mert egy hatalmas nagy élmény már csak az, hogy megnézzük az előadásokat, hogy itt lehetünk, új emberekkel ismerkedhetünk, meg is egy hatalmas nagy élmény. Igazából nem vagyok az a fajta, aki nagyon-nagyon szitkolózik, meg leszidja az embereket, meg elítéli őket, de úgy éreztem, hogy elképzeltem magam abban a szituációban, és ezért át tudtam élni, hogy milyen az az anyuka, aki jót szeretne a fiának, de mégis úgy teszi ezt a dolgot, úgy próbálja rávezetni a jó útra, hogy mégis bántja őt. És ez egy hatalmas nagy karakter volt nekem megalapítani, de nagyon ment, így zsigerből jött ez az egész dolog nálam. Ma volt a Semmi, amit előadtak a
hát most pontosan nem tudom, pontosan még csapat, de nagyon-nagyon tetszett az ő alakításuk. Én úgy vagyok vele, hogy szinte profik voltak, tényleg egy hatalmas nagy élmény volt számomra, megfagytam, esküszöm. És kedvenc foglalkozásom az, hát igazából nekem mindegyik nagyon tetszett. Mindegyik egy másik élményt adott, szóval hatalmas, tényleg nagyon jó élmények voltak. Jobban meg tudok nyílni mások előtt, jobban meg ki tudom magamat fejezni, és ezáltal a színészkedéssel rájöttem, hogy én szeretném ezt folytatni. De nem csak ezzel a színjátszós csoporttal, hanem esetleg színházba dolgozni, mint színész, de legfőképpen azt nyerhettem ezzel, hogy rengeteg remek embert ismertem meg, és azzal, hogy én is ki tudok bontakozni ebbe az egész mindenbe, és amikor van egy üzenetem az emberek számára, azt el tudom nekik mondani, és ez egy hatalmas nagy dolog. A színvonalas előadásokat követően Nádházi Tálas Csilla intézményvezető köszöntötte az eseményen résztvevőket, ezt követően pedig átadásra kerültek a fesztivál elismerései is, melyek átadásában városunk polgármestere Rácz Anikó működött közre. Végezetül Regős János a zsűri nevében értékelte a fesztiválon látott produkciókat és a minősítések átadása mellett a fesztivál legjobb előadói is kitüntetésben részesültek. Ó, de sokan lettünk itt hirtelen. Kedves vendégek és kedves barátaink, elnézést kérünk, hiszen egy kicsit megcsúsztunk, de ha feltekint, mindenki a színpadra láthatja, hogy ez miért is volt, hiszen a kollégekkel próbáltuk, hogy minél gyorsabban és gördülékenyebben le tudjuk bonyolítani a díjátadót. És hát díjátadó, ide érkeztünk, úgyhogy boldogok is vagyunk, és hát egy kicsit bánatosak is, hiszen nagyon örülünk, hogy itt voltunk egymásnak, és itt állunk a díjátadó küszöbén, és hát szomorúak is, hiszen hamarosan elválunk megint, és két év múlva fogunk találkozni. Azért bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát, nyüzsgő vidámságotokkal, előadásaitokkal megajándékoztátok egymást, dolgoztatok a szakmai zsűrivel, és bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, rengeteg barátság született, hiszen ez az egyik lényege egy Derecskei Fesztiválnak. Mindig is a barátság jegyében szerveztük, és így volt ez most is, de az első szó mindig is a köszöneté, hiszen mielőtt az ünnepélyes pillanatok elé érünk, szeretnék köszönetet mondani a derecskei vállalkozásoknak, Hajdú-Bihar vármegyei és Békés vármegyei támogatóinknak, akiket közben ki is vetítettünk minden nap folyamán, hiszen nagyon sok kis jutalommal és kedvességgel, támogatással hozzájárultak ahhoz, hogy itt, akik ma ide érkeztek Derecskére, jól érezzék magukat. Köszönjük szépen innen is! Ugyanilyen köszönet illeti meg a sok önkéntest, hiszen nem lett volna nélkülük a rendezvény ilyen gördülékeny. Nagyon sok régi dolgozó visszaérkezett, derecskei intézményekből érkeztek önkéntes segítők, és hát nagyon sok diák is segítette a munkát, ők is önkéntesen. Köszönjük a munkájukat. Remélem, hogy a munka mellett azért volt idejük a szórakozásra is. És hát mindenképpen a Művelődési Központ kollégáinak is szeretném megköszönni ezt a három napot, hiszen a fiúk integetnek, szerintem mindannyian megszerettük őket, a technikusokat, a dolgozókat, hiszen azért dolgoztak, hogy itt minden gördülékenyen menjen, és a vendégeink jól érezzék magukat. A visszajelzések alapján már azt tudom mondani, hogy ez így volt. És most szeretnénk a hagyományokhoz híven minden csoportot megajándékozni, és még egyszer egy utolsó taps szóljon itt a derecskei színpadon minden csoportnak. Egyesével fogom szólítani őket, és egy kis ajándékkal, és egy nagyon szép oklevéllel fogunk kedveskedni, hát ezért készültek azok a bizonyos fotók, ezt fogja díszíteni. Ezeknek átadására szeretném felkérni városunk polgármesterét, Rácz Anikót, akit egyúttal szeretettel köszöntök itt a díjátadó ünnepségen.
És meg is ragadnám a szót, azért még volt egy olyan önkéntesünk, akinek a kollégáim is azt mondták, hogy szeretnék egy emléklappal megköszönni, és megkérnénk a polgármester asszony adná át Straka Noémit, aki nagyon hősiesen végig dolgozta a két napot, kisházi asszonyként. Köszönjük szépen, Noémi. És akkor szóljanak itt a csoportoknak is a vastapsok, a krasznai tini komédiásoknak, művészeti vezetőjüknek, Osváth Ilonának. Köszönjük, hogy itt voltatok, és azt kérem, hogy fáradjon ki a színpadra, és ilyenkor mindig mondom, hogy jöjjön egy férfi ember is a csoportból, hiszen látjátok, elég súlyos ajándékokat tudunk átadni, köszönet a támogatóinknak. Várjuk a színpadra, és ugyanilyen nagy tapsot kérünk a nagyszalontai színarany amatőr színjátszóknak. Csoportvezetőjüket kérjük, Gál, Anna, Csilla, Anna Máriát. Marosvásárhelyi Refi színpad művészeti vezetőjét is várjuk fel, Márton Csillát, és egy csoportkísérőt. De úgy látom, a csoportvezetők nem jönnek, csak a gyerekek. Szóljon a taps a Szilágycsehi Berekenye diák színjátszó csoportnak és művészeti vezetőjüknek, Bodea Györgynek. Mind a 10 fesztiválon jelen voltak eddig. Kérjük szépen a színpadra a Szász Régenből Sükös Leventét, a Fantázia csoport művészeti vezetőjét. Szóljon a taps a Budapesti Holdvilágkamara Színház Pogácsa az Arénában színkörnek és művészeti vezetőjüknek, Koltai Juditnak. Gödöllőről érkeztek hozzánk a Klubszínház Barbecue csoportja, Halász Tibort és egy csoportársat szeretnék kérni a színpadra. És a nagy tapsot, nem. Szintén távolról, Mezőcsátról érkeztek hozzánk a Mezőcsáti Színtársulat, és vezetőjük Tóth Tamás. Idén is megtiszteltek bennünket a szomszéd településről, Debrecenből, a Notre Dame Pódium IFFI és GIMI csoportja, és művészeti vezetőjük Farkasné Bakai Barbara. Lassan kitúrom magam innen, és Debrecenből köszönjük, hogy eljöttek, és remélem, hogy a workshopokon és az előadásokon is jól érezték magukat, a Bólyai Sok Debrecenből. Kérem művészeti vezetőt, vagy intézményvezető asszonyt, hogy fáradjon ki. Deszkli Klára jön.
Egy fesztivál szakmai nívója természetesen a zsűri és a közreműködő szakmai emberek munkáján nagyon sokban múlik. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és munkájukkal, tanácsaikkal segítik a csoportok jövőbeli munkáját is. És szeretném külön megköszönni, most még nem a zsűrinek, hanem az egyik csoport trénerünknek, Varga Sándornak. Először is, hogy elfogadta a meghívásunkat, és segítette a gyerekeket tréningen. Megkérjük, hogy polgármesterasszonytól vegye át az ajándékot. Varga Sándornak szóljon a taps, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának színművésze. És a minősítésekhez és a szakmai véleményhez szeretném felkérni, és megköszönjük Derecskeváros nevében, hogy itt voltak a 2 és 3 nap alatt. Kérném, fáradjon a színpadra Pincés István Jászai Mari díjas rendező. Köszönjük a munkáját. Regős János urat, a Magyar Színjátékos Szövetség elnökét hálás szívvel köszönjük, hogy az idei fesztivál zsűriét is elfogadta. Szólítom a színpadra Vanyec Artúr színművészt, a Csokonai Nemzeti Színház művészét. És Fekete Dávidot, aki nem csak zsűri volt, hanem tényleg mentorálással és szakmai iránymutatással is segítette a fiatalok munkáját. Most egy kicsit megfordult a színpad, ugye a 2 nap a tietek volt, most pedig a csoportvezetőké és a zsűrié, és szeretném is átadni a szót Regős Jánosnak, hogy mondjon egy pár gondolatot a fesztivál zárásaként, és ossza ki a minősítéseket. 2 napos együttlét nagyszerű volt, együttlét, és ez a legnagyobb különlegesség ennek a fesztiválnak, hogy olyan körülmények és olyan lehetőségek nyílnak meg itt előttünk, előttetek, hogy úgy lehetünk együtt, hogy nézhetjük az előadásokat, vannak terek, ahol itt el lehet helyezkedni és beszélgetni lehet, hogy jó légkörű beszélgetéseket tudtunk folytatni a csoportok vezetőivel és a tagjaikkal is. Nagyszerű volt érezni azt, azt hiszem összeszámoltam, hogy 6 előadás volt a határon túlról. Tehát ez egy nagyszerű régiós összejövetel, és az előadások színvonala pedig mindenképpen tükrözte azt, hogy lelkesen és örömmel csináltátok ezeket az előadásokat. Jó, vannak olyan előadások, amit még érdemes lenne dolgozni, de többnyire mindegyik tiszta és igaz szándékból született, és pedagógiailag is, hiszen diákok vagytok, pedagógiai is nagyon jó és határozott irányt mutattak ezek az előadások. A zsűriben igazából ugye 4-en voltunk, a minősítések, amiről majd mondok egy-két szót még, de tényleg csak 1-2, tehát a zsűriben igazából nagyon gyorsan és nagyon hamar kialakultak azok a vélemények, aminek az alapján ezek a minősítések megszülettek. Azt szokták mondani, hogy hát nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hát nem volt mostan nehéz dolgunk. Talán a színészdíjak, hát egy női és egy férfi színész díjunk van. Talán itt volt az, ahol 3-4 jelölt is volt. Mit mutat ez? Az, hogy nagyon, nagyon nagy villanások voltak itt. Eleve azt, ahol azt éreztük, hogy a közösségi alkotás, a közösségi teremtés sokkal erősebb, mint az egy-egy egyéni alkotás, ott inkább afelé hajlottunk, hogy inkább olyan előadásnak adjunk színészi díjat, ahol erre külön villanásnyi lehetőség nyílt a színjátszóknak. Nagyon nagy öröm volt azt is látni, hogy mennyire szép derűvel és komoly elszántsággal vesztek részt ezekben az előadásokban, még azokban is, amik talán nem voltak annyira sikeresek,
de a fogadtatás az mindig nagyon erős volt. Tehát éreztem azt a nézőtéren ülve közöttetek, hogy mennyire lelkesen fogadjátok az előadásokat, ovációval, sőt felugrálással és felállással is köszöntitek a színjátszókat. Én kívánom mindenkinek azt, hogy folytassátok, és ne csak a középiskolás vagy általános iskolás időben, hanem kapjatok olyan útravalót, hogy később találkozhassunk veletek a felnőtt színjátszók között is. Ahogy ezt itt ugye a mezőcsátiak nagyon szépen megmutatták, hogy mennyi generáció tud együtt játszani. Ez manapság nem olyan könnyű, hogy hangot találjunk egymással, már úgy értem, hogy gyerekek, középkorúak és idősebbek, de erre is volt itt példa ezen a fesztiválon. Én mindenkinek köszönöm, hogy itt lehettem, nektek, a háznak, Csilláéknak és minden munkatársnak, aki azért dolgozott, hogy itt jól érezzük magunkat, és fontos és maradandó élményekkel térjünk majd haza. A minősítésekről. Már a tanároknak elmondtam, vagy a rendezőknek, hogy ez a minősítés, ez a Magyar Színjátékos Szövetségnek a rendszere, és hogy most újításként bevezettük azt, eddig nem volt, hogy diák színjátszók is kaphatják a minősítést, függetlenül attól, hogy tagok vagy nem tagok. Természetesen lehet tagságot vállalni a Magyar Színjátékos Szövetségnek, de nem feltételez ennek. Ezek a minősítő oklevelek egy előadásnak szólnak, egy előadásnak, amit itt láttunk, és ami ez tulajdonképpen egy üzenet a csoportnak is, meg azoknak is, akik még ezt az előadást látni fogják, hogy ez bronz, ezüst vagy arany minősítéssel bír ez az előadás. Tehát reméljük, hogy a minősítés, majd a következő előadás is ugyanilyen jó lesz, vagy ugyanilyen minősítést ki fog érdemelni. Akkor most átadnám ezeket a minősítéseket. Ja, még annyit, bocsánat, hogy a legtöbb előadás, vagy a legtöbb minősítés ezüst volt. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire magas volt a színvonal. Bronz minősítést kapott a Szászrégeni Fantázia csoport Vígvégjáték című előadása. Ezüst minősítést kapott a Színarany Amatőr Színjátszó csoport Nagy Szalontáról a Rátóti Csikó Tojás című előadására. Ugyancsak ezüst minősítést kapott a Notre Dame Pódium Debrecen Rochambeau. Folytatom az ezüstöket. Ezüst minősítést kapott a Refi színpad Marosvásárhelyről Szellem a tükörben című előadása. Szintén ezüst minősítés lett a Tini komédiások Krasznából Sietünk sehová című előadása. És ezüst minősítést kapott a Mezőcsáti Színtársulat, Míg alszik szívünk Jézuskája című előadása. És most pedig jön az aranyminősítés. Aranyminősítésben részesül a Nagyszalontai Színarany Amatőr Színjátszó csoport Tiszta Szívvel.
és végül aranyminősítést nyert a Gödöllői Klubszínház barbecue csoportja a Semmi című előadásáért. És itt véget értek a minősítések. Köszönünk mindent mindenkinek, és átadom a szót Csillának. Jó, hiszen még vannak itt ajándékok, és folytatnánk a marketinget is, díjaztuk idén. Meghirdettünk plakátversenyt, és ennek a nyertese nem más, mint a Refi színpad alkotója, a Szellem a tükörben. Megkérem polgármester asszonyt, hogy adja át a Refi színpad plakát tervezőjének. Gyönyörű szelfik érkeztek, egyik jobb volt, mint a másik. Végül is a döntő ok azért erre a csapatra esett, hiszen nem csak fantasztikus beállításokat csináltak, hanem nagyon messze is elmentek egészen Derecske határáig. Ők pedig nem más, mint a Fantázia csoport Szász Régenből. Közönségdíjas színész és színésznő díjához is polgármester asszonyt szeretném felkérni, és remélem, hogy a sorrendben először is a legjobb közönségdíjas színész szerepel, aki nem más, mint a Színarany amatőr színjátszók között Nagy Milán! És a közönségdíjas színésznőért sem kell túl messze mennünk, hiszen szintén a Színarany amatőr színjátszók közül Sárközi Eszter nyerte. És mint meg volt hirdetve, a szakmai zsűri is színész és színésznő, illetve a legjobb rendezés díját is megvitatta, és mint el is mondta a zsűri tagja, hogy nem is volt olyan egyszerű. A legjobb színész díj átadásához szeretném felkérni Vranyec Artúrt. És aki a szakmai zsűri fesztivál legjobb színésze, Vasvári Gergő, a Szilágyi Berekenye csoportból. Megkérjük, hogy fáradjon ki, és vegy át művész úrtól az ajándékát. A fesztivál zsűri a legjobb színésznői díjat is ki fogja osztani, ez pedig Fekete Dávidot szeretném felkérni. És aki pedig idén a szakmai zsűri szerint a legjobb női alakításért átverti a díjat, a Notre Dame Rochambeau-ból Peák Villő. Szívből gratulálunk és nagy tapsot a fesztivál színésznőjének. A legjobb rendezésnek járó oklevelet Pincés István adja át. Na, tudtam én, hogy kell még az a lövés. Aki pedig nyerte, az pedig nem más, mint a Gödöllői Klubszínház Semmi című előadásáért Halász Tibor művészeti vezető.
És végül egy napirenden kívüli felszólalás. Szeretném egy személyes emlékemet megosztani veletek. Néhány évvel ezelőtt a Csokonai Színházban rendeztem egy musicalt, és akkor az egyik fontos női főszerepet egy nagyon tehetséges fiatal lány játszotta. Akkor még nem gondoltam róla, hogy néhány évvel később egy nagyon híres fesztiválnak a főszervezője lesz. Előkészíti a 10. fesztivált, meghívásokat intézi, pénzt szerez rá, szállást, élelmet, PR munkát, szponzorokat, zsűrit, mindent megszervez és lebonyolítja. Szóljon a taps. Nátházi Tálas Csillának! Ez mindenkinek szól, mert ez egy csapatmunka volt. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezért a rendezvényén dolgozott, és a csapatoknak, hiszen ez így tud működni. És hát nem is maradt más dolgom, mint bízom abban, hogy nem soká találkozunk 2 év múlva, és bízom abban, hogy gyakorlatilag élményekkel gazdagon tértek haza is. Boldog szívvel emlékeztek majd vissza Derecskére, jól zavarba is hozott István, mint ahogy én is az elején visszakaptam. És szeretném még elmondani, nagyon fontos, hogy a mai darabok csoportvezetőinek még van egy értékelés, amihez majd megkérjük, hogy fáradjanak fel a zsűriszobába. A többieknek pedig fájó búcsú következik, hiszen nagyon sok barátság született itt a fesztiválon. Várunk vissza benneteket 2 év múlva. Nagyon jó utat kívánunk haza, és mindenkinek szívből gratulálunk.